Ha volt még a politika által tönkre nem tett része a magyar kultúrának, az talán a Poszt volt, a Pécsi Színházi Találkozó. De ennek is vége, tudjuk, két tábor, három tábor, provokáció, egymásnak esés, könnyű elrontani egy ilyen szép játékot, újraépíteni sokkal nehezebb lesz. Maróti Tóth Tíme a krónikája az ügyről. Nem látom okát a bojkottnak. Én nagyon szeretném, hát a Poszt az a szívügyem, nekem szakmai gyermekem, tehát én rettenetesen aggódom érte. Másokkal ellentétben a szombathelyi Vörös Sándor Színház előadása részt vesz a júniusi Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyében. Ezt mondja Jordán Tamás, a színház igazgatója és a Poszt alapítója. Három helye volt a Magyar Színházi Társaságnak, hat jelölből hármat kiválasztottak, hármat nem. Így a Csáki Jutkát sem, de még volt kettő, akit nem választottak be, azért nincs országos tüntetés. Az országos tüntetés pedig, ahogy Jordán Tamás fogalmaz, azért van, mert a Poszt szakmai tulajdonosai, a Színházi Társaság és a Vidnyánszky Attilához köthető Magyar Teátrumi Társaság döntése értelmében az idén Csáki Juditot, bár az eddig a Színházi Társaság alá tartozó kritikusok céhe őt jelölte, nem hívták meg a fesztivál zsűriébe. Jordán Tamás szerint ez normális. Mindkét szervezet három zsűritagot küldhet, így természetes, hogy a jelöltek közül nem jut mindenkinek hely. Jászai Tamás kritikus viszont azt mondja, a vita túlmutat a személyi kérdéseken. Arról van szó, hogy a teátrumi társaság gyakorlatilag egy szigorúan szakmai alapon, demokratikus módon meghozott döntést nem megkérdőjelez, nem vitat, hanem egyszerűen eltörli, és utána sem hajlandó erről normális módon kommunikálni. A kritikusok szakmai szervezete pont ezért úgy döntött, kilép a Magyar Színházi Társaságból, amiért az nem állt ki a jelöltjük mellett, illetve több kritikus nem ír az idei fesztiválról, köztük Jászai Tamás sem. A tiltakozáshoz csatlakozott az Örkény István Színház társulata is. Az Örkényhez hasonlóan nem versenyeznek a Stereoakt és a Sputnik hajózási társaság előadásai sem. A kritikusok bojkottjához számos közéleti szereplő, a színházi szakma képviselői, újságírók, írók is csatlakoztak. Vidnyánszky Attila és a Teátrumi Társaság is közleményt adtak ki. Azt írták, az utóbbi években javult a viszony a színházi szakma két szervezete között, de attól tartanak, hogy a most kirobbant botrány, bojkott s a hallgatási nyilatkozat esetleg ezt az együttműködést áshatja alá, szerintük nem helyesen. A tiltakozók azt mondják, a kialakult helyzet nem a szűk szakma belső ügye, hanem közügy. A Poszt az ország legnagyobb színházi fesztiválja. Évente mintegy 150 millió forintba kerül, ebből körülbelül 70 millió forintot áll Pécs városa, a többi állami támogatás, illetve minimális szponzorpénz. Maróti Tóth Tíme, a 7/24.